Jól halad a György és Pannonhalmát összekötő kerékpárút építése. A munkálatok egy évvel ezelőtt kezdődtek, azóta már egyre több rész burkolata készült el. Kara Ákos országgyűlési képviselő elmondta, azért kezdeményezte ezt a fejlesztést, mert mind a munkába, mind az iskolába járás szempontjából sokat segíthet a környező településen élőknek. Ezen kívül a kerékpárút turisztikai értéke sem elhanyagolható. Az már látszik, hogy nagyon népszerű kerékpárút lesz, sokan fognak közlekedni rajta. 17,7 km hosszú kerékpárútról van szó. Az a cél, hogy jövő nyár végéig be tudjuk fejezni ennek a megépítését. Az út legnagyobb része teljesen új kiépítésű. A munkálatok jelenleg jól haladnak, és az országgyűlési képviselő szerint nem várható csúszás az átadásnál sem. Minden építkezésnél vannak megoldandó nehézségek, mindenki azon van, aki valamilyen módon részes ennek a kerékpárút építésnek, hogy ezeket meg tudjuk oldani. Nagyon sokat beszélünk a lakosokkal, hogyha a helyben merül fel olyan probléma, próbáljuk mindig a lehető legjobb megoldást megtalálni. A tervek szerint a bicikliúton összesen 495 kereszttáblát helyeznek el, 174 fát telepítenek, illetve ahol szükséges, fejlesztik a közvilágítást is.